a gasztroval váltottam, hogy biztos több pénzt akarok. Nem, bazd meg. Tehát, hogy nekem több pénzem volt a vélemény nyilvánításból. Sokkal. A legkönnyebb dolog az, hogy fellősz bazd meg egy streamet, és szarod ki a szart a szádon, és azt újra vágod. Ez a legegyszerűbb dolog. És összetudsz belőle harácsolni tök sok pénz. Nyomasztó volt. Most jön a következő, mivel a kretének csináltak egy zenét. Történt egy ilyen, hogy gyálon egy 14 éves kislány besétált a vonat elé, ennyi történt. Oké. Tehát ez történt, a 14 éves kislány besétált a vonat elé, és sajnos elhunyt. Nyugodjon békében. Ennek a, hát erre a témakörre való felhívás, hogy figyelem felhívás, hogy az emberek azért ne legyenek, hát figyelmesebben menjenek át az úton, stb. Erre csináltak egy zenét a Kretins kretének. A kedvenc dagadt szakállas emberünkkel, az nem csúnyában mondom, hogy dagadtam úgy, én is dagadt vagyok, a Bandival és a Bartosnak a haverjaival csinálta a zenét, igen. 3 nap alatt 2 fiatalt gázolt el a vonat. Mobiltelefonját zenét hallgatva, telefonjával foglalkozva gázolt halálra. Nézzél jobbra, nézzél balra, a fülhallgatót juttatott bajba, Én nem gondolom, hogy megéri GVM-re megdögleni. Basznek. Bro. Ez most miért? Itt a tuti nyomasztás, srácok. Most jön a java. Valaki meghalt, Bandi! Egy gyerek! Vágod? Én értem, hogy fel kell hívni a figyelmet erre a témára. De lehet, hogy nem így. De oda írva, hogy figyelem, ez a videó egy paródia. Amúgy. El van túlozva a szórakoztatás kedvéért, szerintem. Másik csatornán szokták ezt mondani. Spotify hamaros. Biztos, hogy kell ez nekünk? Miért lenne ez paródia, hogyha valaki meghalt? Meghalt egy gyerek, de vágod, egy paródia zenét csinálunk ennek ezt nem mondom, hogy ennek örömére, de ennek okán. Paródia egy gyerek haláláról. Én nem gondolom, hogy megéri GVM-re megdögleni. Kérlek, ne dögöljél meg, előtted még az élet. De jön a vonat, és nem hallod, lépsz még egy utolsót. Kész vége, ennyi volt, lehet, hogy Nike koporsó. Azt a a Bandi, ez nagyon szánalmas. Ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire le tud süllyedni a Bandi. És én a Bandival amúgy a vitánk óta már kibékültem, kótonk volt, tehát beszéltünk, de ez mindennek a legalja, Bandi. Ezt nem is értem, hogy ez hogy. Eleve ezekkel az emberekkel zenét csinálni, tehát egy, azt se tudják, hogy mi az a BPM, bro. Undorítóan rosszak a zenék, ez az egyik. A másik az, hogy meghalt egy kisgyerek, baszod. Meg ezekkel a kreténekkel, tényleg, akik a Bartoson egy hajléktalan emberből csináltak kontentet, és ez volt a nagy kontent, hogy a hajléktalan ember eszi a templomot, meg faszom tudja ilyenek, meg belökik a izébe, vízbe, a folyóba. Ez a nagy kontentjük, és akkor ezekkel az emberekkel áll össze a Bandi csinálni egy ilyen zenét. Lehet, hogy paródia, meg lehet, hogy poén, meg lehet, hogy ez na hihihaha a Bandinak, de szerintem a Bandi nézőinek sem tetszik ez a múny, vagy nem tudom, lehet, hogy én vagyok túl snowflake, de nem hiszem. Nem hiszem. A halott fiatal kicsit fontosabb, mint a BPM. Igen, csak alapból nem értem, hogy Bandi, aki zenésznek vallja magát, meg énekel, meg a f***om tudja, miért áll össze ezekkel az emberekkel, akik közel sincsenek a zenéhez, ez egyik. A másik meg az, hogy itt egy gyerek haláláról van szó. Fiatal orvosnőt gázolt el a vonat, fülében fülhallgató volt, itt rendes híreket raknak bele, és de mindegy, olyan oda van írva, hogy paródia, szóval igazából nevetnünk kéne rajta. Fülhallgatós fiatalt elgázolt halálra Gödön. 17 éves lányt. Zenehallgatás miatt gázolhatott halálra egy 17 éves lányt a vonat. Ezeket tök jó olvasni erre a kis hardstyle zenére amúgy. Teljesen tök jó erre a kis happy hardstyle stílusú zenére olvasni ezeket a halál híreket amúgy. Nem tudom, hogy ezt hány emberrel nézettétek meg Bandi mielőtt kiment, de senki nem mondta azt, hogy ez egy k***va rossz ötlet? Őszintén kérdezem, mert ha nekem elküldted volna, én több mint valószínű, hogy megmondtam volna. Nem tudom, hogy akkor így lehet, hogy nem őszinte emberek vesznek körbe, vagy valami hasonló probléma lehet, mert hogyha erre nem mondta meg, vagy tényleg a feleséged nem nézte ezt meg? Ez nagyon ízléstelen. Tehát jó, lehet, hogy csak az én ízlésemnek tudod, stb. Biztosan, de érted? Hát alapból egy ember halálának az emlékére, vagy hát nem emlékére, de emlékére csinálunk lényegében egy zenét, úgy referálni rá, hogy megdöglés. Bro, az állatok döglenek meg, nem az emberek. Miért kell ebből gúnyt tűzni? Ez nem vehető paródiának, annak viccesnek kéne lennie. Hát, ezek után... Nem tudom, mit gondoljak. Ez tényleg egy színe csalódás most Bandiban nekem. Már maga a kollab is. Még hogyha nem is ez lenne a téma, már egy csalódás lenne, de... ez... Baszak.
gondolj bele, hogy a halottnak a hozzátartozói látják ezt, és majd azt fogják gondolni, hát milyen jó, hogy készült egy ilyen zene, akkor más nem fog meghalni legalább ettől a zenétől. A régi Bandi szerintem szétszedné saját magát emiatt lehetséges. Bandi, te is készen állsz? Akkor kezdjük el! A csicska fülhallgató, fúj, 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 fúj! Miattatok késnek a vonatok? Csicska már! Minden city széjjel szaggatok! Bum! Fiatal ember majkát hallgatok! Pörtiz! Fülhallgató koporsóba jutatok! Földet rá! Apa, anya sirotja az egeret! A mentősök keret! Azt nagyon jó. Ezekkel az emberekkel kollaborálni. Miattatok késnek a vonatok? Azok miatt, akik meghalnak ugye a vonat előtt. Intercity széjjel szaggatott az Intercity. Apa, anya sirotja az egeret, a mentősök keresik a fejedet. Ez nagyon beteg, geci. Ne haragudj most, hogyha South Parkban látnék egy ilyet, ott valószínűleg viccesebb lenne amúgy, ott lehet, hogy viccesen megoldották volna. Már amúgy az is. Az is necces ám. Ez nagyon a legolja. Addig kipakolom mindkét zsebedet. Elveszem a telót és a cigidát. De amúgy most tényleg, most bocs, hogy ezt a kártyát kell használnom, de Bandi, hogyha te gyerekedet ütötte volna el a vonat, és bocs, hogy ezt a kártyát használnám, de hogyha te gyerekedet ütötte volna el a vonat, és mondjuk a bána csinálta volna meg ezt a dalt a kreténekkel, akkor mit reagáltál volna? Ezt, erre szeretnék egy választ kapni esetleg majd. Akkor már nem vicces, akkor már nagyon gonosz. A fülhallgatót juttatod bajba, nem gondolom, hogy megéri tídenire megdögleni. Vegyétek ki a fülhallgatót a fületekből, nézzetek körbe, mert különben meg lesztek dögölve, értitek? A fülhallgatót vegyétek meg ki, de miért? Az emlékhelyet is levideózták, igen. Vegyétek passzol, nézzetek meg körbe! Munkahelyen megint megy a károgás. Erre vagy! Mai napra is jutott egy gázolás. 100 tonnásan te voltál a fölfogás. A tetemet bűzik, mint a száptojás. Ez emberileg, zeneileg, mindenhogyan, még az ű betűt nem tudták megcsinálni, b***d meg, hogy ugyanabban a betűtípusban legyen. Mindenhogy értékelhetetlen ez a kibaszott klip, vágod? Ez undorító, Bandi. Hogy tudtad ez a nevedet adni? Mint barátod, vagy volt barátod, kérdezem, hogy ez hogy sikerült, Bandi? Jó, geci! Úristen! Jézusom, tesó! Ez nagyon gáz. A mozdonyok bossák le a beledet. Nyami, nyami! És fétócsából isznak a verebet. Ember, ez másodpercre egyre rosszabb. Ezt nem hiszem el, geci. Bána, biztos lesz, hogy fog erről videót csinálni. Ez szinte biztos vagyok bennem. Bána, megnézzük a kommentjét is mindjárt, de ezt nézzük tovább. Itt nézzük, a tetemet bűzlik, mint a záptojás, a száztodnásnak te voltál a főfogás. Ilyeneket bazd meg. Ez mi? Tál a főfogás, a tetemet bűzlik, mint a záptojás. A mozdonyok bossák le a beledet. Nyami, nyami! És fétócsából isznak a verebet. Szűzként meghalni, de nagyon jó lehet. Erről csak is maris Peti tehet. A rím jobban kijött volna, ha az lett volna, hogy tehetett amúgy, de ez már csak nitpicking. Na nézzük, mit mond még a Bandit. Sírom túl, a halottnak nincs már semmi gondja. Hát ezt a videót örülök is, hogy nem látja a halott ezt a videót, Bandi, mert akkor lennének gondjai szerintem vele. Él te is menő, lehetsz a következő, József Attila! Kimerték rakni vágon. Ezt actually kirakták. De utána gyújtottak ők is gyertyát, basszus rácok! Hát igazából tiszteletben mentek oda ezt megcsinálni. Nézzük a kommenteket, írt a Bandi. Oh yeah! Világi gusztustalan dolog más halálából gúnytűzni ilyen módon. Az meg se fordult a fejedbe, hogy egy ilyen alpári gusztustalan, erkölcstelen zenét nem kéne csináltok erről a témáról. Epic collab, nagyon jó lett. Szerintem ez vállalhatatlan. Ennyit írt csak a Bána. Egyetértek. Teljes mértékben. Én ezt nem tudom hova tenni, de lehet velem van a baj. Mi volt ez az egészről a cél? Paródia dalt csinálni abból, hogy valaki nem figyel és elgázolja a vonat? Ezt nem láttam jönni, egyszerűen nem találok szavakat. Nem láttad jönni, mint a srác a vonatot? Ha XD, mekkora funny! Erre most megiszok egy zsört.
Bartost hol hagytátok? Amúgy tényleg az kellett volna amúgy még ebbe a klipbe. Az tényleg a szellemi mélyugrás lett volna. Szerintem belefért volna amúgy ebbe a videóba még akár a Bartos is. Gratulálok, Bandi! A hambi leülepedett az agyadra! Mi történt? Ez rohadt gusztustalan lett, parodia ide vagy oda. Bandi, hogy süllyedhetett ilyen mélyre? Korsai Dániel diss track van. Amúgy tényleg! Az amúgy... Azt is el tudom képzelni még akár. Valaki tisztelettel csinál egy megemlékező dalt, amiben felhívja a figyelmet a sinek veszélyre, és teljesen más, de ezt paródiának hívni szégyen. Hát szégyen alapból, hogy egy ilyen témában paródiát csinál valaki, meg az, hogy ilyen dolgokat elmondanak benne, ez nagyon gáz, ez nagyon undorító, vágod. Remegek az idegtől, vágod. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire rossz. Azt hittem, hogy kicsit gáz lesz, hogy lesznek benne dolgok, Patriotnál láttam, hogy ott már megnézték, de egy másodpercet sem hallottam belőle amúgy. Ott láttam, hogy írkának az emberek a cseten, és így elgondoltam magam, hogy mondom, tudod, Bandi biztos nem adja a nevét ilyen szarhoz. Biztosan csak snowflake-ek az emberek. Ezt így elkönyveltem magamban, hogy akkor most fellövöm a streamet, elvégezzük a témát, megnézzük a dolgokat, aztán kiderül. És kiderült, bazd meg. Nem ők voltak a snowflake-ek. Vagy ha igen, akkor én is az vagyok. Bandi az ilyenek ellen régen felháborodottan azonnal felemelte volna a szavát. Hát én is úgy ismertem meg. Amúgy, hogyha a Dancsó erre rámenne, én szerintem akkorát bele tudna rúgni a Bandiba, hogy abból nem kell fel. És igazolná a Dancsó azt, hogy a kritikus gondolkodó, nagy vélemény videós emberek azok actually szarok, és ezt el is hinnék minden a Dancsónak a fannyai amúgy, mert így igazából, amit ugye már megkritizálta Bálna is, hogy minket egy kalap alá vesznek, és hogy ez nagyon rossz. Hát most már látom, hogy miért amúgy. Kezdem érezni. És hogyha a Dancsó csinál erről egy videót, akkor ezt fogjuk is érezni szerintem amúgy. Nem Banti mondta, hogy ne süllyedjek le a Hörbi szintjére, de amúgy pont Bandival veszekedtünk ezen, hogy a Hörbivel nem kéne foglalkoznom, meg hogy a Hörbinek milyen izé, hogy ne süllyedjek le az ő szintjére, miért foglalkozok vele, stb. Hát Bandi ez a Hörbi szintje alatt van. Szerintem a Hörbi zeneileg csinált már ennél jobbat, és ezt no joke mondom, unironikusan mondom, a Nokedli a kádban ennél hallgathatóbb. És nem baszott fel vele senkit, és nem egy olyan témát írt bele. Tehát még a Hörbi sem jutott el arra a szintre, hogy zenében gúnytűzön gyerekeknek a halálából. És ide a Bandi előbb eljutott, mint a Hörbi. Ez szerintem szánalmas. Még az is lehet, hogy a VR is felkapja. Hát, hogyha ezt meglátja Pisti, akkor lehet, hogy megmondja. Na ez a gyerek írt nekem e-mailt! Ez! Hát bassza meg magát ez az ember, ezt fogja mondani. Nézzük meg, mit csinál! Nem is rossz! Dehogy nem rossz! Ez rossz! Ez nagyon rossz, Jani! Ez kurva rossz, Jani! Nagyjából romba döntötte az előző sok évnyi videós karrierjét. Mondom ezt úgy, hogy én is mindig bírtam őt. Hát, tesó, szerintem ezzel most elég sok embernek megváltozott a véleménye. Valószínűleg a fókuszcsoport is szóvá fogja tenni ezt. Ami volt vita a Csoki meg a Raven között ugye élőben, ezt nem tudom hányan láttátok, hát ott azért eléggé leszerepelt a Bandi, meg hát kicsit... Szerintem rátett az alkohol is egy lapáttal amúgy. Ott be voltak basszom mindketten amúgy, és nagyon kegyetlen volt. Ádám videóját tudtad róla megnézni. Ádám videója érdemes azt megnézni. Szerintem Bandi az alkohol függő, overall nagyon látszik rajta is a változás. Én amikor volt ez a téma, ez a csokis téma, akkor beszéltem a Bandival. Ő azt mondta, hogy nem alkoholista, nem iszik minden nap, és ja, hogy igazából ritkán iszik. Azt viszont én azt még mindig tartom, hogy szerintem ott rontott rajta a beszélgetés minőségén az alkohol. De amúgy minden live-ba iszik, szóval hogyan jön ki az a ritkán? Hát mert mikor live-ozik ő? Nem tudom, hogy ez hogy sikerült ennyire félre, de én mondom, én szerintem egy ilyen komoly beszélgetésnél alapvetően nem kéne, hogy ott legyen az alkohol az asztalon, mert az alkohol az lehet, hogy egy pici mennyiségig, hogyha mondjuk egy sört megiszol, akkor az a mennyiség az még lehet az, hogy tudod így feloldja a feszültséget, meg ilyenek. De ha már többet iszol, szerintem rontani fog a kognitív képességeidet, meg azon, hogy össze tudjál tenni egy értelmes mondatot, és lehet, hogy most lehet izélni, hogy én meg tudok inni négyet, és be tudok ülni az autóba. Nem, tesó. Nem tudsz. És be tudsz, csak látni, hogy neki mész a falnak, de hát ez meg a te problémád. De érted? És ezt nem a Bandinak mondom amúgy, hanem bárkinek, aki ebbe van, mert ne legyetek ebbe. Egy sör bőven elég szerintem egy ilyen beszélgetéshez, meg így alapból is. Bandi mindig is imádta a dark humort. Akkor keresd meg ebbe a videóba a vicces részt, jó? A dark az megvan, csak a vicces rész hiányzik szerintem. Keressük meg benne. Ilyenek vannak benne azért. Ott az emlékhely, és mellette pedig, az emlékhely mellett pedig közben ilyeneket csinálnak, hogy itt ilyeneket csinálnak az emlékhely mellett. Ez mennyire ízléses szerinted? Mozdonyról mossák le beledet. És vértócsából isznak a verebek. Ezt ott... Lehet, hogy nem pont a hely mellett, de ezek után már kinézem belőlük amúgy, hogy egy helyszínen volt a dolog, vagy valami hasonló. Ezt így az emlékműs snitt után nagyjából egy
10 másodpercen. Ez milyen jó Isten, azért, mert láttad, hogy vannak bajok fejben Bandinál, mikor krájol a debreceni falunapokon. Mi a fasz? Ha az én gyerekemről énekel, akkor megkeresném, és minimum agyonverném. Na hát igen, és amúgy ezt mondtam én is, hogyha Bandi gyerekéről csinálna valaki egy ilyet, miután mondjuk meghalt, ne adj Isten, akkor mit reagálna? Szerintem nem azt írta volna, hogy amit itt írt. Oh yeah! Valószínűleg nem azt írta volna, hogy oh yeah! XP-s kommentelt. Én tényleg bármint tudok nevetni, és a humor szubjektív, de ezt a számot nem tudom hova tenni. Egyet kell, hogy értsek sajnos, pedig én tényleg amúgy úgy lőttem föl, hogy én most meg fogom védeni a Bandit egy picit. Mert láttam, nagyon csúnyákat írtak egy másik stream alatt. És én is csúnyákat mondtam. Tudom, hogy én sem vagyok tökéletes, de helyetekben azért átgondolnám, hogy ezt a videót fennhagyjam a YouTube-on. Az már kicsit erős amúgy, mikor az XP-t Bandinak jó tanácsot, nem? Itt tartunk, geci. Ez lehet még 2021 érdekesebb. Szedd le ezt a videót, és reméljük, hogy nem lesz nagyobb bajod ebből. Ha én az elhunyt lány rokonaként nézném ezt a videót, biztosan jogi lépéseket tennék, és ez a jobbik eset. Ez vérlázító és hihetetlenül ízléstelen, emellett meggyaláznátok szegény kislány halálát, hatalmasot csalódtam benned, mint ember. Figyelem, a videó egy paródia, hát annak elég gyenge, ez csak egyszerűen ízléstelen, olyan igazi trash színvonal, amúgy tényleg hozta a szintet amúgy. Hörbi sem esett akkor át a lejtő, mint Bandi, pedig néződ vagyok, day one, de mindenkiről gondoltam volna ezt rólad, pont nem, gusztustalan féreg lettél. By the way, pont ma néztem vissza az egyik streamedet, ahol pont az ilyen gusztustalan szarságokról beszéltetek, az internetes lábnyomról, érdekesen feszítettétek a témát, erre ma ez csap arcon, geci. Nagyobbat ütött ez a szar, mintha Fepodi lennél te is. Szerencsére nem vagy az. Még Nabunak a BoJack Horseman-es videója sem volt ennyire gáz, mint ez. Hát amúgy ott azért elgondolkodtam, de... Ezen most egy kicsit többet gondolkodok, amúgy ez lehet. De csak azért, mert ismerem a Bandit. Ilyen az adja az arcát, nem gondolták volna. Nem tudnak úgy ránézni, mint ahogy régen. Ez tényleg egy szint alatt van, de meghallgathatjátok még egyszer, mert elmegyek pisilni! Közben amúgy mehet a Geogesszel, nem? Mert most már csak beszélgetünk, de hát azért valaminek kell menni a képernyőn, nem? Egy évvel ezelőtt, ha ő látta volna ezt a videót, lemerem fogadni, hogy ő kritizálta volna a legerősebben. Hát igen. Vagy hogyha ugye az ő hozzátartozójáról szól, akkor lehet, hogy kicsit más cipő lenne. De hát így nem gondolnak bele. Nem gondolnak kettőt. Egynél tovább gondolkodtak volna, hogy mit gondolnék, hogyha mondjuk az én hozzátartozómról szólna ez a dal. Hát lehet, nem örülnék neki. Na, akkor csináljunk mást. Ez a gondolatmenet, ez nem sikerült sajnos. De amúgy volt itt a cseten olyan ember, akinek ez tetszett. És beírja, hogy én. És leírja, hogy mi tetszett benne. Melyik rész volt vicces? Volt-e benne olyan rész, amit mondjuk nevettetek, és így úgy gondoltátok, hú, bazeg, pokorra fogok kerülni, ezen nem kellett volna nevetnem, tudod? Volt ilyen? Mert én nekem egyszer se. Mosoly se. Mosolyt sem tudott csalni az arcomra sajnos. A szöveg és klip kegyetlen rossz volt, de Bandinak jó hangja van, szerintem az tagadhatatlan. Hát, bazeg, hogyha erre használja, akkor gratulálok hozzá. Igazából erre ennyit lehet mondani szerintem. Zeneileg is rosszabb volt, mint a dalban megemlített GVM, meg T-Deni amúgy. Igen, ez is kicsit érdekes. Gergő, Dániel, nyomjátok ki a streamet és hallgassátok meg, és gyertek vissza. Hallgassuk. Nem akarom újra meghallgatni. Na, az a baj, Gergő, hogy ez... Nem hinnéd. Nem hinnéd, hogy ez milyen rossz. Szűzként nagyon jó lehet. Erőt, aki is pedig lehet. És ilyet mondanak, hogy szűzként meghalni de jó lehet. Mert a gyerek halt meg. Mi a geci ember? Legyél te is menő, lehetsz a következő József Attila. Temető mellett énekli, hogy ő lehet a következő József Attila. Amúgy actually kajak ott a temető a háttérbe. Bandi, úram, atyám, geci, Jézusom, mit művelsz, bro? Mit művelsz, bro? Maradj a zabálásnál, és ezt... Úristen, na hagyjuk is. Fülöp, na, ez Taiwan. Ez Taiwan, ez, hogyha ilyet látsz, ez Taiwan. Ez a sárga-fekete. Cucc. Fretének kiraktak posztba egy szavazást, hogy mennyire volt rád hatással a zenénk, röhögős fej. Bazenek, kajak. Hát a Kreténektől nem is várok többet, meg attól az Alex-től se, de hát a Banditól azért ennél ezerszer többet vártam volna. Na jó van, srácok. Megyek a Lukálni, császtok. Megy a rét, külföldi emberhez megy, aztán majd tadizunk. YouTube-on még vannak nézők amúgy ilyenkor, most már nézem, hogy mennyi maradt ebből. Mert úgyhogy nem is lehet kommentelni, ahhoz képest 690 ember nézi, úgyhogy nem is lehet kommentelni. Jó maskacok, csaosztok, csaó YouTube nézők is, akik itt vannak még 600-an elméletileg. Örültem, hogy itt voltatok, köszi, hogy ilyen sokan, köszi, hogy ilyen sokan maradtatok, köszi, hogy meghallgattátok, csá. Na de várjatok, én mutatok nektek egy jobb zenét ennél, ami hasonló. Szia! We'll be right back.